A világ hét legfejlettebb ipari országa arra szólított fel pénteken lezárult Olaszországi csúcs találkozójának zárónyilatkozatában, hogy a nyári Párizsi Olimpia idejére világszerte szüntessék be a harcokat a háborús övezetekben, közölte szombaton Giorgia Meloni, olasz kormányfő a G7 országcsoport nevében. Meloni elmondta, az olimpiai játékok idejére szóló béke ötletét Franciaország vetette fel a tanácskozáson. Remek javaslat volt, az olimpiai békét a résztvevők egyhangulag támogatják. Mondta az olasz kormány fő a G7 csúcsot lezáró sajtótájékoztatóján. A Párizsi Olimpia július 26-ától augusztus 11-ig tart. Az ókori görög olimpiák idején bevett szokás volt, hogy a harcoló felek fegyvernyugvást hirdettek, amely a sportesemény előtt 7 nappal kezdődött és 7 nappal utána ért véget, hogy a sportolók biztonságban utazhassanak és részt vehessenek a megmérettetéseken.